Na, szevasztok gyerekek, üdv a csatin! Keeper érkezik, megérkezett egyébként. Csodálatos minden. Elmentünk a WC-re szarni egyet. Aztán most már jó lesz minden. Milyen helyzetben? Szomjúak vagyunk. Iszunk egy finom, csodálatos vizecskét. Belebukunk ide. Úgy. Oké. Jó, ittunk egyet, nagyon szuper, kávét nem tudunk főzni. Kitalált a keeper, mit fogunk csinálni, olyan csodálatos dolgokat fogunk. Az ajtót azt kitettem rá, de biztos nem. Na, ugye mentettünk egyet, már nem durál ez a kotla, de keeper kitalálta, hogy mi lesz ma a munka. Várjál már, bereszetelnek ilyenkor a dolgok, nem? Ha, nekem ez kell. Nekem kell egy csavarhúzó, máma. Elmegyünk a... Bazze. Felugrunk ide, úgy, bőnzincsavot megrásuk, egy új, úgy, várjál már, mi történik, azt a standard is be kéne hajtani, jó, rárugunk, oda néz, pöcröf, csavarhúzóval kézbe, ennél baleset veszélyesebb nem is lehetne a szituáció. Kitalált a keeper, mit fog csinálni? El nem tudjátok képzelni. Elmegyünk. Borér. Na nem ám. Várjál. Elmegyünk Easy Rider öcsém. Easy Rider. Elmegyünk motorcsórakhoz. Elvileg abba a bugyberekbe, ott abba a sarkába a dologonnak. Ott van ez a város. És akkor nem kell körbeautóznom az egész kóbelebancot, hanem itt van nekem egy ilyen show-nak. Amivel ugyanúgy elvileg lehet nekem veretni, várja, hogy köl? Üzemanyag azt szerintem biztos van. Aha. Elindult mi? Várja. Ez az gyerekek! Király Sanyi! Nyomunk egy Mad Max-et, és elvileg... Hát ez rohadt hangos, nem tudom, hogy mennyire üvöltsek. Nekem legalábbis rohadt hangos, lehet, hogy én leveszem a füles bazzot, csak a Miki részét hagyom ott. Figyelj, ilyen műlesiklópályák nagyon ott van. Ott van a város szerintem, ott a templom. Szóval oda tök hamar el lehet jutni, tök egyszerűen így. Az mi az ott? Mi az a nagy kocka ott? Mi az a nagy kocka ott? Mi az? Tízemeletes? Mi ma meg ne? Moré. Most nem, az mi a fa? Mi a fene az? Ez mi az? Ez mi az a nagy? Mi az a nagy épület? Meg ott is van valami el. Így látótávolságot fölnyomtam mind maxra, bazza, ellátok kenyáig. Én az nem tudom mi az a nagy barom nagy épület, meg ott is van egy stég. Ott is van egy stég. Ott van a város, és itt van egy, meg van valami izé. Van valami sziget, amin szét lehet lutolni magadat, olyan dolgokat, amiket máshol meg se kapsz. Úgyhogy, ezért elvegyük gyerekek. A órát azt nem tudom, hogy lehet szerezni. Ja, a csavarhúzó az azért kell, mert feltörő a izét, a játékgépet, azt kilutoljuk belőle a lóvét. Ebbe gondolkodott a keeper, rá van függve erre a játékra, legyen a keeper pepe. Keeper pepe. Ja, ott a város. És azt hiszem, hogy pont a város hoz kötsz ki, tehát nem is kell sokat gyalogolni. Gondoltam rá a motort belcsóra, mire a csónakba, de hogyha lebagol innen és beesik a tóba, akkor vége a bulirak, mert egyébként ez egy tök mély tó. Elvileg, szerintem. Ja. Mert mély ne lenne mély? Mély ne lenne mély? Na, ezt úgy beejtjük ezt a izét, szegetet. Hú, ez tényleg tök jó, egyébként zumba vagyok ám, azért tűnik olyannak, hogy itt nagyon gyorsan haladunk. Sanyi megette meg a finom kolbászkáját, most nagyon örül. Tök jó, mindig betörli a mocskos pofáját a párnámba. Fú, de utálom azt. Azt csinálja, hogy így elkezdi törölgetni az arcát a kaja után. Azért nem is adok neki az olyan kaját, ami ilyen nagyon mocskos, mert utána mindig ezért cseréljetek. Párna dolgot. Viszont most a levesre már fogjött, mindig leves kell neki csinálnom, képzeljétek. Na, viszont elvileg itt, vagy bárhol lehetnek ilyen szákuk, vagy minek, vagy én nem vagyok horgász, úgyhogy nem ért hozzá a keeper. Ha. Ez neki megyünk Ladikkal.
Na, itt jó vagyok, nem? Lehorgonyozni vagy valamit se. Motor leállít! Oké. Okay. Te, ez sodródik, nem baj az nekünk? Megállt, ugye? Ja, amiben vannak elvileg halak, és ezt is meg kell nézni. Ilyen steigek, mi vannak ilyen... És miért vagyunk ilyen atomlassan? Mi a bazza, ezt én nem értem ezt a játékot. Bebújjak a víz alá, vagy mit csináljak? Nem fulladok meg? Nem a mizé még, az hiányozva. Hát úszni az... Ez egy csoda dolog megint a játékban, látom ez az vizes téve. Egyébként annyi bug van ebben a játékban, hogy ez őrület. Pedig úgy emlékeztem, hogy valahol írták, hogy ennél a szigetnél is. De most miért nem tudok legugolni víz alá, vagy valami csoda? Abszolút nem is tud gugolni. Néha így tök elveszti a dolgokat. Hát itt rohadtul nincs vízi szák. Ugye halat azt elvileg oda lehetne nyüstölni. Hát szabélyosak nem leszünk, az biztos most. Jó, hát a vízi világ az nem a legváltozatosabb. Jó, nincs ez szák. Hát akkor ez van. Mi? Jó, ott kint bazza, nyírják a füvet. Mondom, mi a szar? Szék. Kandalló, lehet ám egyébként fűteni, ezt tudjátok? Mármint így belegyújtani a tüzet. Itt van-e? Oda néz! Mi már ki kell vennem ebből a módból. Ott van a halcsapda! Dik az! Most bedobod a vízbe, elvileg aztán gyűbbelő lesz be hal. Úgyhogy ezt el kéne vődni. Tudod mit? Inventory. Nem olyan veszem, bazze. Inventory. Bebugol a vízbe, aztán sose találom meg, ha meg is találom. Ez itt egy ilyen kecakecogó. Ugye körülnézünk. Tűzifa tároló. Ez. Gyere papához, oké? Okay. Ez jó. Vödörtető. Ebbe lehet elvileg. Minek csinálni? De azt hogy lehet rárakni? Jó, és agyiba megint kezdődik. Hogy tudom ezt rárakni? Aha. Ez elvileg izé. Cefrét tudsz befűzni. Mindent ellopunk ám, tényleg, amit létezik gyerekek, minden. Most be lehetne fűteni. Fakanál. Vegyük ezt is. Ó, dézsa is, jó. Figyeljetek, nem baj, mindent lopunk. Igazából egyszer csak jó lesz. Másik helyiség. Oh yes. Mi az fényképező? Zoomolni is lehet. Dík, micsoda zoomja van, baze? Azt, betya! Jézus, hogy kell ebből kilérni? Hallod, ez izé? Ez lehet itt tárcsövezni, nem? Már azért megéri, figyeld! Dík! Az a baze, ez... Hallod? Jézus! Ez tárcsőnek jó! Ez ellátok... Bele meglátom a legyeket a szaron. Jó, ez köl. Azt ide várjál, ledobom. Én ezt nem értem meg, minek kell lehajolni mindig mindenért. Ez különben nem tetszik nekem a játékba. Ez is kell. Ez jó, mert ez egy ilyen olyan... Szemlet kinyitni? Vízforraló, hát ez is kell. Ugye ebbe lehet kávét főzni, itt a kávés bögre. Ez meg egy tűzijátékos szatyor, amiből a tűzijátékot lehet kivenni. De vigyázni kell vele, mert ez ki tudod fingatni magad mind a szart. Ha kiveszel egy tűzi játékot, akkor meg tudod gyógyítani. Hát ez nem jött össze, nem kellett volna eldobnom, lehet. Várjál. Ugye már meg is kell gyújtani a mazzagját. Úgyhogy egy kéne megfogni, hogy azt így... Ez az! És ez tűzi játék, ez nagyon állat. Egyébként ez lehet egy ilyen támadásokat is kivitelezni. Mondjuk belövök a házba, jó? Nem gyullad föl? Mert egyébként föl egy újtori dolgokat elvitt. Ez nem...
Nem olyan kis pálya. Megpróbáljuk belőle oda. Uha! Hát ezt nem találtam be, de egyébként tök állat. Ez nagyon lehet lőni valakit konkrétan szerintem. Ez annyira veszélyes tud lenni. Na, meg kell úgy fognom. Itt kéne megfogni. Fogd meg itt, te gizi. És akkor itt tök be tudom célozni, ez az. Na. Onnan nehéz, ez biztos belőlem. Tudod, repked ben! Vír! Tök jó. Egyébként sötétben végig jobb, és ez azt hiszem, hogy ez ilyen végtelen. Mi ez? Óra? Dél van. Sietni kéne, nem tökörészli. Én azt hiszem, hogy az ilyen végtelen bármennyit ki tudsz belőle venni, szóval ilyen epic ilyen robbanást tudsz előidézni. Várj, ezt is elrakom inventoriba. Jó, más nincs. Nincsen más. Kut. Ó, nem vagyunk szomjasak. Balta, mert itt van favágóhely is. Ja. Egyébként ezt így meg tudnád magadnak, csak nem tudod. De van mentési helyed is. Ezt ugye igazából el tudnál költözni ilyen random helyekre, nem? Mert most érted, itt tudsz menteni, van vized. Mit nem tudsz? Fürödni nem tudsz. Fürödni nem tudsz. Nincs. Szóna van, más nincs. Fürödni nem tudsz. A fényképező bőszme jó. Azzal lehet zoomolgatni. Várj, ezt ki is próbálom. Pillanat. Én szereztem fishing tabot. Hol van a izé? Kamera. Kamerás! De félek, hogy elejtem egyébként ezeket a dolgokat. Na. Le kell feküdni azért, hogy fővedd ezt a rohadt kamerát. Persze. Na, erre vagyok kíváncsi, hogy itt ez... Hát tudod, ezt mondta, hogy ez is lehet lőni képet is? Na, jó. Ez, hogy kell lőni képet? Hát ezt nem nagyon tudom. Szerintem nem is lehet. Viszont az tök jó, hogy így lehet zoomolni, ez elég epik. Na, kamera. Menj az inventoryba, azt vegyünk. Most már tudom majd halat fogni. Reganyáknak. Megyünk izé, föltörjük a szépet. Vagy a játékgépet. A csáunak kell megyünk. Azért ez mennyivel gyorsabb, érted? Sicsúgy. Nem ám az, hogy... Várj, közben sasolgatok. Kár, hogy ilyenkor nem lehet használni a fényképezőt. Ja, ott izé van ilyen síparadicsom, vagy mi a szar. Lesiklópálya. Itt meg mindjárt a városban. Ugye tök pont szemben van velünk a város szinte. Kicsit ilyen Shreyan átellenbe. De... Ugye ilyen böszme nagy kört kell tenni. De várj, arra lehet, hogy jó, sokkal rövidebb lenne. Ha úton mennénk, csak azt hiszem, hogy arra... Valahogy az autópályára kéne rátérni. Arra sokkal rövidebb lenne, de akkor is a bekötő út. Egy jó, egy gyors járművel azért már gyorsabban tudsz közlekedni. De ezt szerintem egy ilyen böszme nagy kört tettem. Én ez nem volt egy nagy kifizetődő dolog. Ami az előző részekben volt, hát az egy halál volt. Jó, tudunk kávét főzni, úgyhogy ha nagyon fáradtak vagyunk, akkor meg tudjuk úszni az alvást. Hogyha akarunk valamit tevékenykedni, de mondjuk ennyire miért nem aludnánk, érted, nem? Nem tudom, hogy milyen haszna van, hogyha a fáradtságot előzöd máshogy. Mert mint mi értelme van? Alvás közben mi ez itt? Azt hittem, hogy fáraszt föld, azt vége a bulinak. Ha mondom, itt vége van, akkor nagyon jó lesz. Nem tudom, hol kéne kikötni. Lehet, hogy jó lett volna elhozni a briggát, vagyis a izét, a vezérgépet, a csühögőt, a csónakkal, mert akkor nem kell volna gyalogolni. Jó, hát kikötünk valahol, azt valami lesz, nem? Aha. Jajjajó, itt vihet valami bisztró. Figyelj, nekem az teljesen mindegy, hol kötök ki szerintem. Oké. Okay. Körülnézünk itt is. Mindent lopunk, az a lényeg, gyerekek, mi? Ilyen tolvaj banda vagyunk.
Jaj, ez bazza, ez egy ilyen... Ez egy ilyen... Tudod milyen? Ez egy ilyen színjátszó hülyeség. Egyébként azt hiszem buliba is lehet menni valami diszkóba, vagy hova itt. Micsoda retrók a... Helyekedek, ott a izé víz. Iszunk egy kis vizet. Bemegyünk a kertbe, érted, azt elkezdünk vizet inni. Nem tudom, merre vagyunk, meg hogy vagyunk. De majd valahogy rájövünk. Na. Jó, meg volt ez is. Úgy az ug? Hát egy kicsit hamarabb ide értünk, de gyerekek, azért ez hálás dolog tud lenni. Na jó, hogy nem látjuk, hogy miből jön. Ugyanaz fasza lett, de... Amúgy nem tudod elrakni a pipilődet, hanem ki kell teljesen pipilled, de különben itt sorog örökre életbe. Na várj, ott a templom, gondolom ott is születünk újra, hogyha úgy van. Viszont ez így tök jó, hogy a városba így át tudsz jönni. Hát így érdemes eljönni. Az lenne jó, itt lenne egy autó, amivel a partról el tudnám menni a boltig, és akkor tényleg ilyen epik gyors lenne. Figyelj, itt van a kocsma meg a bolt. Hát ez úgy várja, mikor zár? 2-kor, nem? Mondjuk azt rohadtul mindegy. Nekem arra volt, ettem volna kíváncsi, hogy az üveget megcsináltak, az üveget? Pánzre beüvegezték, oda nézzél, hallod? Beleszkázták, hát ez nagyon epik. A játékgépet, nincs játékgép többet, dik az. Hát ez cool, nagyon jó. Ez nagyon jó. Ez meg még itt van, jó van. Higiénia, fáradtság, azt gondolom, nem felejtettünk el valamit az adat? Poroltó esetleg, de hát... Van ilyen lottó. Nyiti, jati, poti. Azok a pukkok, miért hívnak folyton az éjszaka közepén? Azóta éjszakára kiúsztom a telefonomat. 8-22 39 19 Hányat kell? Azt a vetja, hányat kell? Jó van, oké, és akkor? Most valami nem stimmelt. Aha, beütötte. Jó, megvan autószervém, igen. Fullon van az inventory? Uh-huh. Kézbe kell cipelgetnem. Ez van. Jó, van mutakuké az. Mindjárt kell lóvét ki. Bányásznom ebből a szarból. Addig ide rakjuk a lottó tája. Azaz. Ja, ide legugolunk. Ugye elvég itt van az ár. Na viszont nekünk van csoda csavarhúzó. Hogy is volt? Na. Eha. Csak izébe tudom, egélek kattignadva. Oké, jó van. Mindegy, kirámoljuk, akár meddig is tart. De akkor ezek szerint nem fog ez visszatermelődni ez az automata oda. Ezt valahogy jól lehet volna elvinni haza, de hát olyan nehéz, mint a dög. Úgy gyerekek, ezt nem lehet se, hogy máshogy. Nem, nagyon nem akarja. Ó, de kár. Na mennyit várj, 1600 vagy 3600-unk volt gyárilag, most mennyi volt, olyan 1000 pénzünk volt, ugye? 1000 pénzünk volt, akkor már 1000-et kerestünk. Ez tök jó, mert akkor azért van valami gond, akkor tudunk menni. Mert egyelőre a pénzkeresés az még eléggé nyista. Ugye bugyi? Csak hogy ezt úgy kell lekattogatni, nem tudom mennyi van benne, majd 20 000-et, akkor megőrülök. De mondjuk azt legyen benne 20 000, nem? Örüljünk neki. De tényleg hiába nyomom folyamatosan, hiába nyomok F-et, vagy hiába nyomok akármit. Ez úgy kapargálja ki belőle bazze.
3400, az jó, hát bocs, addig nem tudom, éneklek nektek, jó? Subidubi, a kípör kirámolja a kék csora szerkezetet. Aztán szerintem az lesz, hogy nekiállunk a kocsit összerakni, nem? Mert közben, figyelj, azt csináljuk, csináljuk a kocsit, és hogyha van munka, akkor azt is megcsináljuk közben. És lehet, hogy akkor az lesz, hogy akkor megszerezzük a... Megszerezzük, szerezünk jó alkatrészeket. Vágod. Hú, a kocsi összerakásról nem néztem semmilyen tutoriált, úgyhogy... Azt mondta, hogy ennyi volt. Akkor idejövő, szomorú leszek, mert ez nem valami erős. Aha. Ez ennyi volt, gyerekek. Há, hogy a pecspe? Ennyi? 3000 körül volt. Be is csukja újra, utamatán magátuk. Hát ez... Cigányügy, gyerekek, cigányügy. Visszük a lottót. Jó van, akkor menjünk. Azt hiszem erre is le tudok menni. Onnan gyűjtem, nem? Onnan gyűjtem? Onnan gyűjtem. Nem onnan gyűjtem. Na, bazzel, kezdődik. Újra gyűjtem, hogy szembe gyűjtem. Amúgy lehet, hogy busszal megérde. A busszal teleportál, vagy végig kell ülni? Mert hogyha végig kell ülni, akkor halál. Szerintem onnan gyűjtem szemből. Ennyi volt, 4600, mondjuk a semmit több, érted? Szerintem innen jöttem így, ott a tója. Jó van, oké. Tudunk mindent is. Viszont a lottómat, ha, hát, hogyha nyerünk. 3 márka volt, érted? Megnyerem a lottót, akkor mi lesz? Honnan tudom, hogy megnyertem? Hallgatni kell a rádiót, vagy mi? Megőrülök, hogyha azt kell végig üzérés hallgatni. Jó, menjünk haza, aztán álljunk neki a Sarumannak, vagy Suramannak, vagy mi az. Ott meg? Mik ezek? Ja, itt voltunk. Jó, meg vagyok. Itt vagyunk. Itt van a Moti csónakom. Hát így kell jönni boltba, gyerekek, nem izével. Nem kocsival, mert meghalsz Kénotba. Na. Csücs! Elvileg ezt hátra menetbe kellene kapcsolni. Hogy? Beránt. Na. Oké. Van ám olyan random faktor a játékban. Olyan RNG van. Hogy nehogy jól érezd magad. Jajjaj. Nagy gázza! Ne megy az! Oké. Okay. Ja, nehogy jól érezd magad, hogy izé, hogy elsőre indul. Azt így mindig van benned egy ilyen kételj, hogy vajon jól csinálod-e a dolgokat. Folyamatosan azt érzem ebbe a játékba egyébként. Jó, ez biztos jó. Hol a izé? Hol tűnt a lottó az? A lottó az gondolom ott van benne. Hát jó van. Ahol becsúszhatott oda, remélem. Nyertes lottószervény benne a tóba. Itt végig zsavalok. Hova kell menni? Ott van a sziget, és oda kell mennünk erre. Oda. De itt megnézem a parton, nincsen valami izgi-dizgi. Nem tudom, mennyi van ebbe a kotlába. Mindjárt lecsavarom, azt meglássuk, jó? Hogy kifogja? Félig van. Ez nem tudom mivel megy, ez keverékkel megy? Addig nem autózok, majd meg kell nézni, vagy pedig. Vagy addig nem motorcsónakozok. Amíg legközelebb meg nem nézem, nehogy az legyen, hogy ki... Kifogy a tó... Na, kifogy a tó közepén, mit csinálsz? Hát még motorcsónakkal is ideig tart. 10 percig az út, akkor ide úszva. Úristen, nem is akarok belegondolni. Jézus úristen, nem akarok belegondolni. Mi lenne, ha kifogyna? Fú! Jó kis Finnország. Ez mekkora adótorony, te édes Istenem. Egyszer láttam egy ilyet, amikor így összeborul. Volt valami videó, biztos is láttátok, fönn volt mindenhol is. Valami jó régi videó volt, szerintem, mert mindig összefutok vele, hogy így lehajlott a teteje, akkor ez kiütötte a következőt, és így összeborult. Azt hiszem, hogy elvágták, vagy elszakadt az egyik ilyen. Ugye enélkül a rögzítő kötelek nélkül így konkrétan semmi nem tartja, egyből összeborulna, az a lényeg, hogy az ki van feszítve.
Ha, ott van valami. Oda kell mennünk, de rá akarok nézni, hogy mégis hova tudunk átjutni, vagy hogy tudunk eljönni, vagy hova, mit érdemes, mit nem érdemes. Hogyha már, mint hogyha el akarok onnan indulni valahova, akkor van egy olyan hely, aminek van értelme is. Mit tudom én, eperszedés, vagy az a baj, hogy ugye térkép nincs, hát van térkép, mert van modom, de rohadtul nem akarom használni. Ez mi? Ez, ennek mi értelme van ennek a lyuknak itt? Bazze. Most mondd azt, hogy nem feneklettünk meg, mert akkor megfeneklettünk, öngyilkos leszek. Ó, te fiú, baj van. Ajá, mit kéne csinálnom? Jajjaj, ne csináld velem. Jó, az jó, az könnyen ellökte. Azt a vegyet. Rendesen összeszartam magam most, hogy itt vége a bulinak. Na mondom, innen hazagyalogolni. Uráig, vagy hazaúszni. Ezt gratulálok. Hazaérök, megnézem, mennyit eszik ez a kotla. Meg kell volna néznem, mennyi volt benne, mert hogyha tele volt, akkor viszont ez elég gyorsan zabálja, mert majd félig van. Ez eszi. Ezt így gyerekek. Úgyhogy nem nagyon szabadna itten sokáig. Itt még megnézem, mi van, mert itt láttam valami házakat. Aztán semmi többet, gyerekek, mert megyünk haza. Itt egy steak. Steak! Kicsit fáradtak vagyunk. Itt egy steak. Oda kell menni. Jó, hát a motor mindenképp állítjuk le. Megnézem, nincs-e valami izgi-bizgi. Ki van itt? Senki? Na, mi az a hely? Felnőtt a kóróe. Nem lehet begyújtani is. Érdekes ez. Nem tudom megképzelni mi ez. Gyerekek, várjál! He! Hó! Ez az izé! Az a hely, ahol lehet kártyázni. Meg itt volt a kocsi. De a fickó az hova tökönbe tűn? Vagy az nem mindig van itt? Itt volt a fickó benne, elvileg ezzel lehet kártyázni. Ott te. Az érdekes, hogy nincs itt. Ennek ezt a házát is el lehet nyerni. Bár milyen telme van, ugye? Megint ugye nem lehet benne. Ez mi az? Figyeld, szerintem ez csónakázik a csávó. Ott megy. Hallod, ez nagyon durva. Na jó. Ugye. Szálljál már be a verdába. Tolatás. Ennyi rángathatom egy tizet. Megnézem azt a figurát, ott megy valaki. Szerintem ez a csávó az, hát ki lenne más. De akkor van neki csónakja, azt el lehet már megint bugázni még a csónakját is, nem? Azért az... Bírnám, mindjárt megnézzük a gyereket. Ott megy a... Úgyis arra kell mennem. Micsoda driftet levágtam, azt a betyát. Ez gyorsan megy. Ki ez? He! Ez nagyon megy. Ezt nem érem utol. Ez nagyon megy valami csávó. Biztos az, nem? Fényképezőbe tudnék zoomolni, de amire előkaparom, arra elmegy. Na mindegy, nem megyek utána, mert ki fog fogyni ez a kotla. Ezt akkor itt rohadok meg. Akkor vele szemben van a kártyás csávó. Pont! Ugye, mert itt ez a kiszögellés, ami fele tartok, ott van a stégem. Viszont ki kell rakni, ha onnan jövök, jó. Mindig, mintha hallanék valami morgást.
Pasta azok, nem tudom, amit meglátok. Ott biztos vannak képületek, hogyha van az a műlesükló dolog. Oké. Okay. Na, hát igen, akkor most szereztünk megint pár használható dolgot. Hú, mennyire lehet ez hangos? Hogy ez koki lesz az a felvétel, akkor rácseszek. Az a baj, itt nem tudod megcsinálni azt, hogy egy visszatöltesz. Mert ugye egy darab mentés van, kilépsz, akkor ment az csá. És ez kellemetlen. Remélem, hogy jó a hang meg minden. Ott a lottónkám, figyeld. Kibukkant. Bár fogalmam sincs, hogy kell feladni, vagy bármit csinálni vele. Lehet, hogy postán fel is kell adni, vagy akármi, én meg itt örülök magamnak. Na gyerekek, a szákot azt kidobom kapásba, be a vízbe. Aztán ha lesz hal, akkor elviszük a nagyinak, lehet, hogy az ad érte pénzt. Hú, basszus, mennyi mindent kéne csinálni. Rohadt. Egyébként írtam mindig arra, azért mondom ezt, mert így belegondolok, mit kéne csinálni. Hát rengeteg dolgot kéne, például összerakni a kocsit. Attól félek legjobban, úgyhogy azért itt húzom az időtám. Honnan szerezek órát? Esküszöm, annak utána nézek. Pedig nem akartam már másnak. Ezt meg kell nézni majd fényképezővel, csak az a bajra bejutok. Hol van a stégem? Oda. A stégről már nem látok, oda, de oda látok. A fényképezővel megnézem. Hát, itt is van külső élet. Nincsen emberben, mekkora gagyi. Hát, úgy kéne odállni, és akkor nem kéne tolatgatni, érted? Ez nem véletlenül van kitalálva így. Látszod, oda nézz a képet. Tiszta izé vagyok. Halász, vadász. Fékezni nem igen kell a csónakkal. Nyomom féket, mint az őrület. Jó, hát nem megy el ez szerintem, csak megáll. Na. Ez kell nekem, a lottóbottó. A motorra elé ide tesszük. Elrakjuk a szákot, várjál, hol a szák? Fishing trappet ledobjuk ide. Ez az. Kikönnyítni vagy? Ja nem, gondolom akkor kell kinyitni, ha kiveszed a halat. Aha, gondolom. Jó, hát ezt mindegy, hogy rakom én ide. Be kell dobni a vízbe, ez sem. Ez el se lepi, bazze, akkora izé van itt túlcsak. Jó, azért ellepi. Ez így jó, nem? Jó van, oké. Oké, ez jó, akkor most már fel tudom menni a lottót, meg le kell, ezt úgy utálom, hogy le kell feküdni, figyelj, le vagyok googolva, nem elég, feküdj le földre. Ez. Ja, pattadjunk fel a verdatetba, berúgjuk. Ez indul, ez pöcröp. Lehet belemed meg szőni? Azt a kuk... Ajjúba az, erre nem számítottam. Hogy ez így... Hányas óra van ebbe? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 70-es óra. Hát ez... Nem tett jót neki ez a művelet. Kihúzhatjuk-e? Várjál! Hüveg hangig, megbírálsz! Gyerekek, ez nagyon komolyan megy. Ez komolyan mondom, ez durván megy ez a verda. Ez nem hülyeség ez a gép. Hú, ez jó! Ebben mennyi benyom van? Mert ebben biztos, hogy keverékkel. Ez majdnem tele van. Mondom, nem eszik olyan horribilisan sokat ez a szar. Figyeljetek, ez... Ez egy használható dolog. Ez egy használható dolog. Ez a John ez. Komolyan, ez megy mind az őrült. Ja, figyeljetek, micsoda gépparkunk van már, meg micsoda kosz van itt mindenhol. Mi? Na várjál. Rakjuk össze a dolgokat, ami... Hova kell, mit csináljunk, mi az... Annyi mindenünk van már. Mindent összeloptak. Na, majd meg kell nézni a halat. Rendbe kéne magam kapni egy kicsit, nem? Elnézést kérek. Hát ez egy ilyen volt. Várjál, a kávét. Ezt ide csettinti a keeper. Mit csináljunk? Ez meg szemét, nem? Hol van egy kuka, vagy...
Mit csináljak ezzel, faszok? Ide teszem. Kolbász ki az udvarra végül, és az a... Ez mi ez? A lámp. Azt hittem, hogy ez kosárra tudok dobni. Hé, hey, csörög a telefon. Ha. Jártam a lottom, mi? Szia itt, Mr. Tov Vaka. Szívrohamot kaptam, és az orvos tagadott minden munkát. Kíváncsi lennék, hogy az összes széna bálát vissza tudná-e vinni a farmunkra. Az igen, széna bálát szállítani. Ide meg széna babát van írva. Kicsit a fordítás megrekedt egy ponton. Bár inkább az ilyen elütés, gondolom. Nem. Ez mi ez? Ebből aztán talált ki, hogy mi van, érted? Laurtan, Takló, 1018 LK1, 1018 LK2. Ez mi a fasz? Jó van. Úgy gyerekek, össze kell kapnom magam. Csináljunk meg mindent is. Szomjúság. Meg volna. Mennyi idő van? Hát, 6 óra lesz, nem sokára. Viszünk egy virslit, ez is megvolt. Oké, okay. Fáradtság és higiénia és stressz. Ezt elántunk egy cigit. Egy cigibigit. Gyorsan. Közben le kéne tusolnunk. Erre van a tus. Beteszi az ajtókat, ha mentesz. Neked ennyit hagytam. Eltusolunk. Közben elántjuk a bagót. Közben kéne egyet pisálni is. Mindent egyszerre. Nem egy a stressz, és akkor már csak a fáradtság marad. De viszont felkapcsolt villanyt kell hagyni, mert különben erre kuku lesz nekünk. Nem látunk éjszaka semmit, és nem azt akarom csinálni, hogy mindig trükközök ezzel. Mondjuk amíg sötét nincs, addig nem kéne lefeküdni, aludni. Lehet, hogy főzök egy kávét, és akkor mindig azt csináljuk, hogy amikor korom sötét van, akkor csináljuk csak a... Szerintem durranyzs, de azt... Jó van, lőd, persze, izére. Szőnyegre, bazzak. Hülye gyerek. Na várja, nálunk vannak kacatok. És nem fogalmam sincs, hogy hova rakjam őket. Van például egy... Egy ilyen zsák. Amiben ugye van a tűzijáték, hát ezt lehet, hogy nem a tűzhelyre kellene elraknom, fölrobbantani mindent is. Ezt ide rakjuk. Legyen akkurátusra elpakolva, kint úgyis akkora őrület van. Kamerát azt ide földobom ütőre. Nem, mert ott nem fog meglenni soha. Kamerát azt ide dobom, jó? És akkor utána ide, itt a kamera. Kávés csésze. Azért az inventory dolog, akárki akármit mond, ez hálás dolog tud lenni. Ott a kávé. Most az... Na most aztán! Na most aztán! Ez az. Kávé is akármicsoda. Ki akar... Lámpa. Na a lámpa viszont ez is... Ez is marha jó, mert ez ugye ilyen örökké tudsz égetni. Meggyújtod azt, akkor lesz fényed, és nem kell égetni a lámpákat. A szobába. A vizes vödör. Hát, na, azok aztán kellettek, hogy ellopjam a hülyeségeket. Már azt nem tudom, mire jó a vizes vödör. Lehet, hogy tüzet oltani? És van is benne víz, bazzel. Nagyon jó. Van benne víz. Bucket. Ja, ebben meg majd tudunk főzni. Piát. Ez a fotároló, te Isten, gyerekek. Hát annyi mindent összelopok, nem? Azt sem tudom, hogy... Van ilyen merőbelő. Meg a lottery ticket. Azt nem tudom, azt odarakom a telefon mellé, nem? Így erre az asztalra. Most ezt leraktam. Aztán, hogy hova? Azt soha az életben nem fogom megtudni. Szerintem ez így bevagolt valamibe. Ez komolyan, ezt így lerakta valahova. Jó van. Hát ennek szerintem vége lett örökre. Komolyan. Nem tette le. Lehet, hogy azért nem tette le, nem tudta hova, mi? Lír, be a telefon alá, úgy van.
Ide, kis tornára. Oké, gyerekek, jó. Jó, hát most nem megyek el dolgozni. Főleg nem a városban, mert iszonyat messze van. Meg oda gondolom traktorra kéne menni. Ez a sapkát lekapjuk. Ebben van is kávé, nem? Vagy mi van ebbe? Ebben bele van izébe. Olyan, mintha lenne benne kávé. Ah, ja. Hogy kell ezt? Fölrellik ez? Aha, oda néz. Telik bele a víz. Oké, szerintem ennyi volt, mert tovább nem telik. Oké. Elvileg bele kell csapni a kávét is. Szóval, hogy mennyit. Szóval tudom. Ennyit mi? Többet nem rak bele. Jó, kávében van. Tetejét visszacsapjam. És rakjuk ide. Főni. Itt megvan, ha minden csinálva, nem kis pálya. Mondjuk ide. Ez ilyen jó nagy. És akkor melyik az? Elvileg ez az. Hanyas vagy trisztó? Hatosra, nyérre rakjuk. És ez mi? Világít. Gondolom akkor valami alakul. Na jó, fül a kávénk. Nem kell felgyújtani a ketszót. Fáradtságunk az nem a legjobb, de nem baj. Oké, mit kéne még itt okozni? Motor ki van? Hát itt ezt neki kell állni összerakni, azt kellene okoznom. A söröket azt ugye akkor fogom, hogyha megyünk valahova. Máskor nem nagyon akarok. Nagyon hamar szomjasok vagyunk. Ez nagyon nincs meg, szerintem kész. Mert átlátszó. Gondolom akkor majd kávészínű lesz, vagy valami csoda, nem? Jó, hadd följön, nem tudom meddig föl. Ezeket tök nem tudom. Csomó minden nem tudok. De azért próbálkozik a képe. Jó, itt a csomarkulcs készlet. Hát bazze, most akkor minek álljunk neki, gyerekek? Neki kére ennek, fi? Kocsinak. Megmondom őszintén, ettől annyira fosok, mint az állat. Ettől nagyon fosok. De ezt szerintem tudjátok, mert ez... Azért ez nem olyan egyszerű. Ezt összerakni bazze, főleg úgy, hogy a motort így kompletten össze kell rakni. Te gyerek, mi lesz itt? Megnézem azt a kávét. Ez még mindig ugyanolyan színű. Nem megyek, megnézem, hogy nincs-e új... De egyébként ezt tök használhatnám ezt a Verdát, ilyen kis távokra menni, ugye? Főhúznám. Támasz. És akkor ez egy... Nem megyek a postaládáig, csak adjé, érted? Erre tökéletes például. Amúgy nem csak erre tökéletes, de szerintem úgy meg lehetne bungatni, hogy a tököm leszakadna. Na figyelj! Üveghangi kiúzatod, úristen, mi van ezzel? Na nem fullad ez le, hogyha kiveszed sebességből. Az mi van meg? Nem van meg, ennyi rendőr. De miért? Az mi az a környezeti bűnözés? Mi a tökömet csináltam? Mi? Szemeteleg? Vagy mi? Azt mondja már meg valaki. Rohadt életbe is. Már megint ez a... megint ez a szar hirdetés. Jaj, ne. Ezt megint kitöltsöm, vagy mi? Azt tudom, mit kell nyomni. És megint lett belőle egy levél. Ott rohadjál meg. Figyelj, bedadom ide. Ha hozzanak nekem. Nincs annyi pénzem, úgy csak kifizetni. Akkor mi? Adósság lesz? Hát ez jó átesett vagy. Na. Amíg lefül a kávé. Szó szerint most. Még szerintem megküldöm ezt. Megpróbáljuk, mit bír, jó? Megpróbáljuk, mit bír, gyerekek. Egy. Kettő. Három. Hány sebességes ez? Hüveghangi? Négy. Azt a betyár, gyerekek. Hát az ellenség biztos kiszakad a nyakam. Bazeg, kifelé feszülve a kilométer óra. Jó van. Álljál meg. Jó. Na most... Most azt hittem, hogy ez lesz. Erre kuku. Még szerencsé, hogy nagyon nem...
Még nem az szerencsé, hogy eléggé nem ilyen hirtelen este, mert szerintem már elcsúsztam. Viszont rohadt gyorsan tudsz vele közlekedni, nézd meg, itt vagy már ennél a fánál. Farakatnál. Még nem szabad hamar felváltani, hanem kihúzatni tökig. Ez nagyon jó! Hú, bazza. Egy oszlopot elkapok, megyünk a izébe. Kórházba. Kifeszülve az a nyérre, van a gyerekek. Oda nézzél. Jaj, Istenem! Azt! Oh. Én itt szoktam leszállni. Oh. Begyárják gyerekek. Ez volt ez a gép nagyon, és van be a Ruki. De a Ruki szerintem tényleg csak annyi, hogy ezt tolod magad. Aha. Ja, ennyi. De ezt gondolom azért, hogy ha valamilyen beakadsz valahova, akkor tudja valamit kezdeni. Viszont el kéne menni innen az útbú. Úgy kéne állni, hogy akkor ma ne kell mindig forgolódni. Így irányba beállok. Ja, lefullad, hogyha... Lefullad, hogyha azt csinálod, hogy sebességbe vagyod és úgy állsz meg. Oké, na. Jó, kávé, bazze. Fölrobban a izé. Gáz, gondolom, az fogy, mint az őrület. Na, én... Hallani, hogy izé, sutyorog. Komolyan... Jaj, le is vettem? Jó. Nem biztos, hogy ezt akartam, de jó. Hol rakjuk az asztalra? Ne! Ne! Pont fejre, bazz, a rohadt kávéscsész. Tipikus, komolyabb oldal. Nézzük bele ebbe. Van benne valami? De ez megfőtt szerintem ez a kávé. Ide jó gyerekek, megfőtt a kávécska. Kávécska, bocska. Ezt lehet, hogy a sapkát rá kéne rakni. Apám. Na most ezt össze is rásztam, rendesen. Ezt lehet, hogy rá kéne dobni azt a... Sepít. Várja? Ez jó koszos az egy sicer. Hopp! Megvan a kávénk, várja? Meg is tudom inni. Figyelj a fáradtságot. Hogy kell meginni? Ez jó, ez jó. És mennyire viszi le? Aha, szerintem ez ugyanannyira, mint a kocsmai. De várj, ez tök jó, hogy a kávét és a bögrét ezt nem kell mozgatnod, hanem így elárakod. Nem tudom, hogy hány kávé jön ki belőle, de ez adja nagyon. Jó, túl sokat ne éljünk, mert azért nem lenne rossz aludni se. Ebből mindig úgy kell inni, hogy így épp hogy, nem? Jó, fú, kezdődjön a bonzáj. Hogy kell felkapcsolni ezt a külső lámpát? Először is azzal kezdjük. Úgy, rendesen félek ettől, gyerekek, rendesen félek. És a külső lámpa is fel van ilyenkor kapcsolva. Mondjuk lehet, hogy jó lenne, hogyha itt benne lenne ez az egész. Hát, mi a szarommal kell kezdeni? Elvileg van valami emelő is. Azt ki kell csűrni valahogy. Na, hát ezt nem akartunk. És hogy kell leereszteni most az emelőt? Na, bazza, kezdődik a móka. Na, föl kéne emelni, ugye? Mit csináljuk? Megcsináljuk a hátsó futóművet először, vagy mind? Vagy nem hiszem, hogy a belsejét kéne. Az mi van ott benne? Ott van egy játékautó, vagy mi az? Ja nem, az valami csatlakozó, a biztonsági jövő. Hát rendesen fosok ettől. De hát valami, hogy neki kéne állni. Ezt ide bedobjuk. Álljunk neki a hátuljára. Hát nem néztem semmi tutoriát. Úgyhogy bocs gyerekek, hogyha irdatlan nagy szopás lesz. De a keeper megpróbálkozik vele. Ezt most ilyen tök... Úgyhogy saját ötleteimből merítve. Megvan a kerék és minden megvan elvileg. Meddig lehet emelni? Legyen jó felemelve. És nem essen róla, bazza. Jó, ennyi a nyíl. Oké. Okay. Ki kéne hordani azokat a dolgokat, amiket kellenének. Nézzük. Melyik a hátsó lengős csillapító? A első gólyaláb. Az a rugó lesz az, tuti. Hátsó rugó. Az is. Az meg a tuti hátsó dobfék. Az első az tárcsás, ugye?
Hátsó lengőkar, itt van a lengőkar. Bal hátsó lengőkar. Hát szerintem átúja a dobfékes, nem? Nem hiszem el, hogy ott van, ja, az első az tárcsa. Hátsó, itt van a lengés csillapító. Oké. Okay. Itt van szintén egy lengés csillapító. Az nem kell, féltengelyek nem kellenek, első lengőkarok nem kellenek. Kormányrudazat, kormányösszekötő nem kell. Kerékagy meg a tárcsa. Műszerfal, közben lehet grillezni is. Gyors, gyors körülnézek, szerintem más nem kell hátulra egyelőre. Itt a motoralkatrészek. Ez mi a szar? Tiszt tárcsa? Az hát, Jézus Isten. Kormány. Leömlő. Benzintank, nem? Ez viszont hátulra kell tudkó. Kocsi alá. Fuhuhu, bazd. Valahogy kéne rendezni azokat a cuccokat, amik azt mondjuk ide. Gyerekek, ez a kocsi, ez most ez az autó összerakás, azt érzem, hogy ez egy ilyen két részig szopás lesz. Ez mi? Kipufogó, hát ez is, ez se ártana hátra, mi? Ide föl, tudjátok, hogy így, ilyen, tudjátok, szoktak ilyen turigverdáknak, hogy így elő így kijön a motorháztetőd, az csácsúi. Vagy ilyen sidepipe-ot kellene csinálni neki. Mit vannak itt? Emelő. Van itt egy emelő. Van egy nem krokodil. Van a krokodil az ott van kint, ez a, az ilyen a rombusz. Üzemanyag betöltőcső, ez is tuti hátulra kell. Gyerekek, ezt amire én összerakom, az szerintem nem is tudom. Most egyre jobban félek tőle, hogy látom, hogy mennyi extrém alkatrész van. Mert nem az a gond, hogy tudom nagyjából, hogy hova kell. Mert miért ne tudná az ember. Csak az a gond, ott van aksi is. Fökenek töltőre, lehet, hogy le van merülve. Ez mi? Váltó. Ez a magyar szűrő, ott a váltókarta is, jaj, itt a botorblokk, meg ilyenek. Ej, bazze, ezt mire rakom én össze, gyerekek, levegy a nap. Jaj, én úgy fosok ettől, hátsó lámpa, nem kell egyelőre. Viszont van autotuning katalógus, amiből lehet rendelni ilyen rázskirács, meg ilyen mindenféle izgi dolgot. De most egyelőre szerintem nem ez kellene, és most hogy kell kilépni, ne, úgyhogy ne rendeljek. Jó. Oké, és kocok. Jó. Neki álljak? Így, sötétben? Az a baj, tök sötét van. Mindenféle szarkifogást kitalálok, mi? Mondjuk az üzemanyag tankot, meg ilyeneket szerintem akkor is elég. A futó mi lenne jó, azt be kéne oda tolni. Azt lenne jó, hogy azt megcsinálni. Hát jó van, akkor hordjuk ki jobb oldalra, bal oldalra, mindent, ami kell. Bazzeg, füstjelző! Baze. Nem kapcsoltam ki azt a szart. Azt a betyár, gyerekek. Hát olyan felgyújtotta a izét. Olyan felgyújtotta a kecot, komolyan. Majd van itt egy füstjelző valahol. Ha még jó, hogy nem éged le a bunker. Most az még hiányzott volna nekem. Meg kell nézni majd a halat is. Mindent kitalálok, csak ne kelljen izélni, mi? Ne kelljen szerelvényezni. Most hol raktam azt a lengőkart? Bal hátsó. Ez ide gyűn. Lengés csillapító, az mindegy, hogy hova. Jó, nincs külön. Mindent kiordok, aztán mindjárt meglássuk, hogy mi van. Rendet kéne tenni. Ne legyen minden szanszét annyira. Van benzinünk is, kerekek is vannak-e. Ura utálok a földön szerelni? Mindig szara szét szokt. Júj te! Szoktál térdelve szerelni? Hogyha nem raksz a térdelve le. Amikor egyszer nem raksz a térdelve le valami puhát, akkor tuti biztos egy csavarra vagy valami kis kőre rátérdelsz, aztán olyat oda szúr, hogy majdnem megbolondulsz, nem? Várjál. Ez a jobb hátsó. Ez érdekes. Nehogy már ez a jobb hátsó legyen. Ez a jobb hátsó.
Ez nekem nagyon izgi. Ja, mert így megy, így. Oké. Okay. Így megy majd alá. Ki, mindjárt kihozom a magnót, azt hallgatunk egy kis zenét. Legközelebb ígérem, rakok be gangstát, meg ezt-azt aztán. Közben, miközben szerelünk, hallgatjuk a musicot. Jó? És aztán, hogy milyen sorrend? Atyám, ezt összerakni. Ez nem lesz az egyszerű. Nem szoptuk még eleget, akkor most fogunk szerintem. Ide nem kell kalapálni, nem kell, ugye? Kaszni az jó, remélem, mert van ilyen kalapács elvileg, azzal lehet így egyengetni a kasznit. Remélem, hogy nem. Elég sötét van, tényleg. Kicsit bajba vagyok ezzel. Nem örülök neki, hogy sötét van. Jó, egyelőre ezek mennek ki. Az mi? Mi a szar ez? Kormányoszlop, jó. Lökhárító, ez a bölcső. Jó. Most azon agyalok. Ez is zavar, hogy itt van. Betonon csak az legyen, ami nekünk kell a szerelés ügyileg. Most. Ja, új gyerek. Lehet, hogy ezért büntetnek meg mindig, mert akkor kosz van itt, nem? Másra nagyon nem tudok gondolni. Oké, okay, az a baj, rohadt sötét van, és nem fogom meglátni a dolgokat, úgyhogy lehet, hogy reggelig kéne aludni. Megnézem, mennyi idő van. Vizelet, szomjúság, ugye szomjúsok is vagyunk, szomjúsok is vagyunk. Oké. Okay. A szituáció következő, hány óra van? 10 óra van. Hát ez lehet, hogy pont be fogjuk mákolni, hogy éjszaka lesz. Elmegyek, megnézem. Telefonom van. Aztán elmegyek, megnézem a halacsikát, jó? Hello, itt Simo, a Partner magazintól egy nagyszerű ajánlattal állok elé. Csak egy kis pénz, egy új előfizetésért. Mit szólsz hozzá? Milyen előfizetés? Nem érdekel előfizetés. Ez nem munka szerintem, ez valami bullshit. Jó, kaxi kuka, nekem neked dolgom van, ne haragudjál. Meg amúgy sem akarok olyan túl sok mindent bevállalni. Most megnézem, hogy nincs-e hal, jó? Nézzük, nincs-e hal. A benzincsapot most zártam el. Aha. Ezen van lámpa, vagy valami csoda? Aha, van. Jó. Ez egyébként ez a motor, ez rohadt autentikus, ez nagyon bejön. Csak vigyázni kéne rá, azt hiszem a víz az nem tesz jót a járműveknek. Megnézzük a halat, hogy van-e hal. Jó. Ez jó, mert mindig lefullasztom, azt Isten áldjon. Meg mindig elfelejtem ki letámasztani. Hóje! Oh, yeah. Van benne hal, gyerekek, gyerekek! Öreg asszonynak el lehet vinni a halat. Hát, hogyha arra érte valami szuper cuccot, nem? Csak mondjuk nem éjjel kéne vinni. Ezt berakom az inventoryba, nem tűnik-e belül hal, ugye? Majd mindjárt kiderül. Nem. Jó. Figyeljetek, robogóval el kéne ugranom öreg anyámhoz, nem? Elvinni neki, hadd örüljön a halért, halat. Legalább motorozunk egyet, most úgyis rá vagyok erre függve, hogy... Motorozhatnék amban. De várja, azt meg kell nézni, hogy ezt hogy tudok oda jutni. Mert rohadtul nem tudom fejből. Csak ne essek éjjel, bazze. Motorra. Várja, így meg a... Satúfék. Jó, sikerült izé lefullasztani. Nyomjunk egy rükit, tolassunk ki. Ja, ezt így kilögdöli. Kit a szigálja? Ez jó. Jó, hogy van. Na! Megint elhűl. Easy Rider! Mindjárt megnézem, hol lakik öreg anyánk. Tülünk. Merre? Várja. Ó, ott lakik. Aha! Tehát akkor elmegyek. Ki egész az útig, és akkor jobbra, és akkor az első ilyen település-szerű akármibe. Ott meg... Fú, az ezt amire megtalálom, meg korom sötétbe? Biztos akarom én?
A maximum majd alszunk egyet útközben, vagyis pörgetünk időt. Ezt most valahogy meg akarom nézni. Akkor ki kell menni a fő... Fú, én nem merek sötétbe menni. Komolyan meg fogunk dögleni. Aludjunk egyet, azt meglássuk, hogy mi lesz. Azt maximum pörgetünk az időbe. Ez így nem lesz buli. Nem lesz ez buli, gyerekek. Látjátok, ilyenkor is az éjség meg megy, ugyanúgy, mint hogyha... Úgy csörög a telefonom. Azt a betyár, megint nem látok kettőig. Ó, van egyáltalán kijárat. Oda hülye voltál, kipör már megint mi. Itt van, meg vagyunk. Valahol itt a telefon, el. Itt kéne, hol? Várjál, ott a konyha. A konyha mellett. Hol a lámpecskú? Megpróbáltam mindenkit felhívni, kérlek. Fel tudnál venni a kocsmába és hozom inni? Azt az apád! Azt! Milyen hangja van az öregnek? És akkor most ilyenkor lett ott egy... Nem. A kocsma valahol itt van, és szerintem ez... Nem tudom, ez nem munka. Ez rossz szávot hívod, vagy mi? Egyébként ez tök jó, hogy van, csak nem tudom, nem lehet vele felgyújtani a kecót. Úgyhogy nem tudom, hogy azt nem annyira fogjuk előtetni, úgyhogy eloltjuk. Jó, mert mindenképpen meg kéne várni a reggelt. Úgyhogy mondjuk. 8 óráig, jó? 8 óráig várunk. Ja, ezt a modot ugye beraktam, ezt már említettem, hogy többek között amiatt, hogy ne szopjatok azzal, hogy hülyeségeket néztek tőlem, hogy például várok reggelig. Most itt a korom sötétben úgy se tudnék mit csinálni nagyon. Elmegyünk motorra, elvisszük a halat öregasszonynak, jó? Elmegyem, egy hal elég lesz neki. Na, száll fel motorra, gyerek, vagy valamit csináljál magaddal. Fölülök a csomagtartóra. Fölülök a csomagtartóra ide. Kíváncsi vagyok, hogy az befolyásolja a fizikát. Föl tudok? Föl tudok? Nagyon jó. Viszont a lámpa le. És akkor ugye jobbra. Első legazás jobbra, és akkor utána lesz valami település, és akkor ott kell így parkodnom. Na, húzassuk ki, gyerekek! Na meghalunk, akkor meghalunk. Hát ne vicceljünk már. Jó, négybe. Ilyen 54 végig döngetünk itt. Jó, hát nyomunk egy satut, ha valami van, nem? Talán jó a fék. Egyébként ezt a motort egész jól nem dobálja a... Az éles kanyarok nem túl jók, mert nagyon ledönti. Aztán a válva eléri a földet, az nem a legjobb. Hát tudod? De ugye úgy fordul, hogy bedönti. Viszont ez epik gyorsan tudsz vele menni. Ez nagyon adja. Ez mi ez a hang? Esküszöm, idő hangot hallottam. Basz, hogy olyat ugrattunk! Mi ez? Valaki stílezik itt. Nem hallottátok? Valaki itt stílezik. Itt jobbra valahol. Nem lehet bemenni oda? Hát rendesen stílhang van. Csak a motorom legyen meg. Itt van benn.
így van be valahol. És nem lehet bemenni, mert ilyen falszerű valami van. Valahol biztos, hogy be lehet menni. Ez érdekel. Á, nem lehet bemenni, ilyen fal van. Ez lehet, hogy csak ilyen... valami. Nem megyek sokáig ámmal. Addig emegyek, addig a sárga valamelyik, ez nem egy út. Úgy látom, hogy nem. Arról túl nem. Dakar. Pedig nagyon izgalmas ez. Nekem gyanús. Nagyon gyanús. Tök fasság, hogy... Jó, csúnyát mondtam. Itt ilyen fal van, és nem lehet átmenni rajt, ugye? Várja. Kukucs? Hát lehet, hogy ott vége van. Lehet, hogy vége van, vagy valami van itt. Csak az a baj, megint olyan messze leszek a motoromtól végig, hogy gyalogolom, úristen. Miért nem jöttem motorra? Most tudom, nagy alok, hogy visszaforduljak el rohadt motorért. Mindjárt azzal visszavegyek a motorért, hát ez nagyon messze van. De itt meg lehet kerülni ezt a... Itt a készítők nem csinálnak csak olyat, hogy így van egy hang, mert tök mindennek van forrása, úgyhogy... Arra van. És ez nincs messze. Arra van, ott van valahol. Vagy lehet, hogy... Fél napról így áthallom, azt az igen jó lesz. Vissza kellene mennem... most mi már volt? Vissza kellene mennem a robogóért, mert ez így nem lesz jó. Lehet, hogy robogó van, megnézem. Mert rettenetesen érdekel, de a francnak nem azzal indultam, mert azt hittem sokkal közelebb van a hang. Nem lesz jó, mert szomjas vagyok, minden bajom lesz. A franc sem bele! Ezt olyan közel hallom. Aztán nincs sehol. Ez jó van szivatott, ki kell várnom az útra a robogot megkeresni, ez visszajönni, az tök hamar ide érdek. Miért voltam ilyen hülye, hogy nem azzal jöttem? Szomjas vagyok. Ha nem halok szomja, nem? Ilyenkor miért nem hozok magammal valami piát kaját? Ezeket mindig meg kéne tanulnom már, mint így alkalmaznom is. Tudni tudom, csak nem alkalmazom. Ez érdekel ez a stílezés. Nagyon nyomja. Látom, itt valami munka, vagy meg lehet szerezni valamit. Van, néztem ilyen top 10 hide dolog a játékba, és leginkább az a... Nem néztem meg a videót, de láttam, hogy van egy ilyen videó. Videó, és ez annyira cseszi a fantáziám, hogy biztos vannak ilyen érdekes rejtett dolgok. Jó lenne azokat így megszerezni. Na most a motort keressed meg. Itt megdobod valami pucka, hát majdnem kirepültem az űrbe. Zűrbe. Hol van az látókmotor? Vagy az órát lehet megszerezni, vagy bármit. Vagy csak munkád, vagy akármi. Hát, hogy aztán csak egy NPC, aki vágja a fát, azt nem fog történni semmi. Hát majd mindjárt kiderül. Csak az a rohadt motor, az hol van, gyerekek. A minimapon meg tudnám, vagy a mapon meg tudnám nézni, amit felraktam, de valahogy nem arról szóljon egy dolog. Volt egy nagy beugró, ahol be tudtam menni, ugye? Ott volt valahol a motor. Így gyerekek, nincs meg a motor, bazza.
Az úgy akkor jó. Nem, a vízen túl volt a motor. Jó. Na ugye a vízbe is itten ekecsültem, vagy itt. Tényleg ez borúra érdekel, el kell mennem oda. Hát ez nagyon stílel. Valahol itt kell lenni a motornak. Ott a motor benne, jó van. Erről beszéltem, hogy gyerekek, itt elveszel, vagy elvesztesz valamit, akkor vége bulinak. Na mondja, induli lesz a... Hűha! A gyöppen ez rúg, mint a disznó. Hűha! Na mindjárt, ezt meg akkor hűbazzak szomjúságomban. Lehet, hogy haza kéne mennem. Ó, most mit csinálok? Haza kéne mennem. Lehet, hogy tényleg az lesz a legjobb, ha haza megyek. Iszok basszus, meg hozok magammal. Jó is, hogy ez megtörtént, mert lehet, hogy itt megdöglöttem volna. Még a nagymamáig oda-vissza. Jó, ezzel nagyon gyorsan lehet közlekedni. Na jó, hogy nem, bazza, meghaltam volna, én hülye. Na, hogy lehet, hogy ilyen hülye? Háromba bőven elég, négy az már erős. Gyorsan, még visszaérjek. Megint ettől gyolok itt. Pofávat leviszi a fehér küny. Fulladj el, nem baj. Megint eldől. Mindjárt hallom, hogy eldől mögöttem. Jaj, bazze. Hát mert jó, hogy nem meghaltam, basszus. Jó, a vizeletet azt meg tudom akárhol oldani. Egy kaját azt lehet, hogy bevágok. Oké. Okay. Fáradtság higiénia le van szarva, az éjség. Te bazze! Ja, már izétem. Hol az meg ott még rüdig rúgja. Rúgja az izét a dolgokat. Jó, ette vitte most már, de nem lehet nagy baj. És még mindig hallom a stilezést. Elsőre indult. Legalább a farakásig el kell menni, és akkor ott majd valamerre balra, vagy jobbra. Sose találom meg, mi? Most mi legyen, gyerekek? Hogy elmegyünk öreg anyánkhoz? Aztán visszafele, elmegyünk öreg anyánkhoz. Ha csak nem nagyon halljuk azt a rohadt izét. Stíles csáv volt. Szolidan, jó? Egy ilyen 10-20, 30, 40, 50, 60-nal. Itt hallom, bazza. Itt hallom, esküszöm. Még a motortól is hallom. Jobbra. Valamelyre itt lesz.
Annyira hallom. Hú, egyre közelebb. Halljátok? Jobbra valahol. Csak oda ugye megint hogy lehet bejutni? Erre visz az út. Azt mondd, ez víz. Vízbe nem merek belemenni. Nem megyünk tovább, balra megnézzük, aztán hogyha nem, akkor nem, akkor feladom. Nehogy kimenjek a mapról. Ez valami szivatás, mi ez? Troll. Trollkodás. Ez lehet, hogy ez mindenhol hallatszik. Ez egy szopatás, gyerekek. Tudti, ez nem lehet itt. Konkrétan majdnem, hogy itt hallom. Hát nem hiszem el. Istenem! Itt hallani. Azért ez nem egy rendes dolog, nem? Szerintem azért nem egy rendes dolog, hogy így megszivatják a jó népet. Menjünk öreg anyánkhoz, az talán... Talán ad valami lóvét. Mert ebből nem élünk meg. Hát bocs, gyerekek! Komolyan mondom, azt hittem, hogy ebből ez valami. Nem tudod megállapítani, hogy onnan jön ez a hülye hang. Kb. Na, kimegyünk az útra, aztán Isten áldja, egy kicsit hülyén ülök ez a motorom most. Kicsit odébb ülök rajta, mert ez így nem nagyon jó nekem. Ó, de ideges vagyok emiatt, elcsesztem egy csomó időt. Ó, húzzunk. Francessen bele ebbe az egészbe. Na, trükközzük gyorsan. Való, itt lesz az út, azért arra figyeljük. Jöjjöjj. Való, itt az út. Jó, nyerünk öreg anyánkhoz. A rossz se vegye meg ezt az egészet. Jobbra, és az első településen valahol jobbra, és az első településen talán balra valahol. Egyik házda, onnan a transzból tudom, hol van öreg anyám.
Na mindegy. Tudjuk neki, mert soha nem érünk oda. Most is végig hallom ezt a hülye fülészhangot. Mi ez? Vonat? Gyerekek, ez a motor ez nagyon adja, és nem is kell négyes petárni. És itt is vagyunk a kereszteződésnek. Ha nem tököljük az időt, itt 5 perc alatt átérsz egyik helyről a másikra, ez azért nem mindegy. Nézzük, erre még nem is jártunk. Elvileg az valami házak vagy valaminek kell lennie. Akkor ott fog lakni az öreg asszon. Aszfalton szerintem ezzel a robogóval lehet csapatni. Elég jó. Micsoda kanyar. Majd már szaltunk. Ott vannak a házak, már innen látom. Ott megmegy a vonat. Dír. Ott meg bazza, mi a fa? Mi a... Ajajajajaj, mi volt az? Ott van egy autó. Roncs. Pénz, pénz gyerekek, pénz. Sőt, meg szoktak cuccok is lenni mellette. Tök jó, hát ez nagyon adja. Itt egy kocsi. Ez nem is autóroncs, ez egy egész kocsi, bazza. De hát elég roncs. Viszont izé, viszont akkor ezzel tudunk pénzt csinálni. Ezt el kell vontatni. Megjegyeztük, öreg anyánk fele van. Meg kell vontatni be az autószerelő műhelybe, ez lesz pénz. Pénz, pénz, pénz. Della, della, della. Na, kapassunk fel rá. Motorra ülés, ez nem olyan egyszerű. Na, mi van már? Nyomni kell a gázat, úgy tudsz váltani. Vagy pedig ugye kéne kuplungot használni finoman, mert az is van a játékban. De hát az nagyon nincs beállítva, hogy én most még kuplungoljak és csúsztassam itt a kuplungot elindulásra. Úgyhogy nyílgázzal indulunk. Aztán beverjük neki a sebességet. Na várjál gyerekek, valahol itt kellene mennie. De elvileg bal oldalon mutatta azt hiszem a térkép. Itt van, kezdődnek az épületek, vagy kezdődik épület. Ugye ez lesz az, csá. Hát ugye ez az egy van? Nem, ez valami fészet. Ott vannak az épületek, szerintem az lesz. Ha is bal oldalon nincs van, akkor jó vagyunk. Grossfutter, hun laksz? Mondjad meg fele. Ez így necces lesz így kidalálni. Na megpróbálkozunk vele. Lehet, hogy itt lakik a Grossmutter. Hát nem úgy tűnik, mi? Hello, fasz, sincs, nem rossz mutál. Milyen kut, ki van száradva? Jó, vízzel lehet, kell húgyoznom, mert bajok vannak. Nincsen rossz mutál. Nem tudom, hogy hol lakik. Szomorú. Tovább nem lehet menni, itt nincsen. Remélem nem az van, hogy ilyen random helyen így spawnol, vagy így mászkál, mert akkor az... Izgi lesz, várjál! Kesel. Hát ebből aztán sokat nem tudok majd. Ú, gyerekek, jó hosszú része ez is, mi? Most ki kell húgyoznom. Azt a betyár. Hát itt történnek az események. Megyünk még egy kicsit hát, hogyha. De én úgy emlékszem, hogy bal oldalt mutatta a térkép. Csak az se lehet, hogy az sem mindegy, hol. Mikor, vagy mit tudom én, melyik napszakban, mert akkor az megint jó lesz. Hoppá, itt mi ez? Vonat. Vonatsín. Most meg kell róla nézni, hogy a vonaton innen, vagy vonaton túl. Jó, megyünk még egy kicsit.
Hát, hogyha találok még valami házat. Megint sikerült a tankra ülnem. Van egy olyan érzésem, hogy az lett volna az. Ott valamelyik épület, de nem volt ott Grossmutter. Látod, egy ilyen is hogy el tudsz akarni, pedig aztán... Pedig azért egy csomó dolgnak utána nézek. Megyünk egy kicsit még. Nem nagyon akarok följebb kapcsolni, így is megy ugyanannyit. Kettőbe, csak üveghangon. Srácok, itt szerintem már rohadtul nem vagyok jó helyen. Ilyen messze nem mutatta a térkép, úgyhogy rábaszcsi van. Szerintem nagyon. Úgyhogy meg kell fordulnunk, aztán meg kell nézni azokat a házakat mindenképp még. Tudja, hogy azok voltak, csak nem találtuk meg az öreg lányt. Ah! Jó, megnézzük, ott belül is volt baloldalt egy épület, hát hogyha az. Ennyire nem rágja a szádba ugye a játék a dolgokat. Maximum lehet, hogy ha ott nem találjuk meg, akkor megnézzük, mert van mapom. És akkor most eljött szerintem az idő, hogy érdemes megnézni. Hogy ne itten szopjunk órákon keresztül. Jó, elestünk, nem gond. Semmi gond. Kicsit elestünk. De no probléma. Az elcsúszás az nem gáz, csak amikor ilyen hirtelen megállás téma van, tehát mit tudom én, nekivágódsz a falnak, vagy fának, akkor az egy probléma. Ja, itt van a vonat. Ez elég veszélyes móka. Ahogy van benn bal oldalt egy... Ez az egy ilyen fészerszerű. Hát itt biztos nem nekik, amely én azt hiszem. Ez mi? Ott voltunk benne, ugye? Meg ott van még egy épület, ennyi az összes itt. Itt voltunk benn. Itt nem volt a vénasszony. Meg itt van épület még el. Itt a báláknál. De ez nem úgy tűnik, mint hogyha lakóhely lenne. Ja, megsosoljuk, jó? Ez egy nyomi fészer. Jó, az a gyerekek, nem egyszerű az élet. Nem, itt semmi nincs. Na most akkor megnézem a mapot, jó? Elvileg így meg tudom nézni, és itt a vénasszonya. Elvileg még tovább és jobb oldalt, bal oldalt. Hát akkor az tényleg ott van, pedig azoknál házaknál. Na így néz ki egyébként, ez a map ugye mindent mutat. Csak én tök nem akarom használni, de a gameplay miatt is mindenképpen egy ilyen szituációban, amikor órákig bolyongunk egy helyen, akkor ne az legyen, hogy nem találunk valamit. Amelyik igazából tök evidens, hogy itt kellene lennie, de nem értem, hogy miért nincs. És tényleg bal oldalt kellene lenni, ott mutatja. Ez szerintem lehet, hogy tényleg úgy van, hogy valahol kóborog. Figyeld meg, hogy ez az lesz. Itt, ahol voltunk. De hol van a... az öreg lány? Ugye megnézzük. Egyébként egyszerűbb lenne, van egy minimap is. Aha, ez itt kéne lennie, figyeld.
Hát konkrétan jó helyen voltunk, és nem, nincs itt. Mert ugye van egy ilyen minimapunk. Mondjuk ez a minimap az, hát, ez is szerintem azért elég cheat. Nem örülök neki, hogy ez van. De most az öreg lány keresésére föl fogjuk használni. Itt kéne lenni a bazza, és nincs itt, hallod. Ez nagyon jó. Itt kéne lenni. Szerintem ez itt szokott üldögélni, vagy valami ilyesmi. Kezdi, örülnék a holnak. Hát én meg örülnék basszus, hogyha előmászna. Hát ez itt van. Ebben a kecóba, ez az öreg lány háza. És nincs itt. Ez aranyos, nem a játéktól, hogy... Nem, hogy jól érez magad. Jó, még menteni se tudok, most azt akartam mondani, mentek itt egyet, mert megőrülök. Nincs itt a vénasszony. Te ide rakjam neki halad, vagy milyen cökömet csinálok? Lehet, hogy azt is csinálom, hogy ide rakom neki. Komolyan már, igazából nem nagyon tudok mit kitalálni. Kiszedem azt a halat, ezt elvileg ki lehet nyitni, vagy valami. Kikapom, azt ide dobom neki. Azt lehet, hogy az akkor örül neki, nem? Hal kivétele, tesó. Jó. Oké. Okay. És akkor ezt ide, csuka. Ide teszem neki. Lehet, hogy ezt így kell, vagy valami, nem? De most erre gyere rá. Érted, hogyan jössz rá erre? De szomi gyerekek. Na, haza gangolunk kizomból. És kihúzatjuk a verdát, amit bír. Fölülök a csomira. Mert ebből nem élünk meg. Jó, ide tettem neki a halat. A minimapot meg kikapcsolta a képer. Érted? De most vagy mi a csomag? Vagy postalárába kellett volna dobnom? Vagy mi? De most érted ebből, hogy jössz rá? Erről beszéltem az első részekben, hogyha itt nem olvasol utána ennek a játéknak, vagy nem nézel utána, akkor fogalmat sincs semmiről. Erről is most hogy tudnánk rájönni, hogy ez hogy mikor fog itt lenni, vagy ilyesmi? Hát nem mondott semmit. A pecsáb. Nem? Én ezt nem értem. Na, indul meg. Ja. Szúrtam neki egy egyest. Gáz nélkül. Hát ez egy tortúra. Egyébként ütköznénk egy frontális, ott biztos fajna. Azon gondolkozok, remélem nem jön a nagybátyánk erre. Itt kírom kínált éljük meg konkrétan. De figyelj, én nem rakok 4-es, szerintem a 3-as elég. Főleg sötétben majd. Kell szereznünk majd keveréküzemanyagot, mert itten ebben a verdában az kell. Ugye ott hol vagyunk ám. Kicsit szembesüt oda. Jó, ezzel lehet valadni ezzel a géppel, de nem, ennek nem örülök, hogy ez nem működött. Szerintem pont mögöttünk ment el, nem azt hallottam, hogy zubog. Itt a farakás, milyen gyorsan tudsz ezzel haladni? És hármasba vagyunk. Ugye ott hol vagyunk, ilyen 10 perc alatt átérsz a nagyihoz. Vagy még annyi is 5 perc. Amúgy kirabolnám a boltot éjjel, még lehet, hogy kis pénzért, azon is gondolkoztam. Bocs, hogy ilyen hosszú lett ez a rész, gyerekek, de azért legalább nem döglöttük még meg, még élünk. Egyébként, hogyha hard mode-ba játszanék, mármint ilyen permadeater, hát nem is tudom, gyalog vennék mindenhova. Úgy pusnék, amikor így veretjük, mint az állat.
Mindig elvalgódok be az. A fékezés az nem az erősségünk. Egyébként meg akartam állni itt. Az a gyerekek mindig izélnek, mindig egyre hosszabb lesz a videó, mert mindig itten. Ide megállok, ezt megcsinálom. Nem, már megint rendőrség, tuti. Energiaszolgáltató. Mit csináltál? Ha, what the fuck? Szíve csukom! Ezt most láttátok? Na most jó, oké. Én több részt nem fogok felvenni, addig amíg ez ki nem kerül. És rohadtul írjátok meg, hogy milyen szart csináljuk, mert most itt mindjárt meghalok. Honnan a bánatos túrós rétásból szedjek én 6000-et? Mi az, hogy energia szó? Mi az, hogy... Miért lett nekem 6000 villanyszámlám? Honnan szedek két naponta? Hallod, csütörtökben hétfőn kezdtük a játékot. Most Léci, ezt írja meg valaki, hogy mi történik itt. Mert én ezt nemhogy nem értem, de nem föl sem tudom fogni, hogy most mit fogok csinálni egyáltalán. Mert oké, hogy kirabolok valamit, de azt még sem tudom mindig csinálni, nem? Srácok, valaki segítsen. Help me! Hát hallod, ezt égettem körülbelül tök rövid ideig. Hát ugye lekapcsolom az áramot. De akkor a hűtő meg minden leáll, mi? Meg itt sülöztem egy kávét. Mi a szar? Na jó, gyerekek, elbúcsúzom, köszi szépen a figyelmet. Hát írjatok, hogy milyen tökömet tudok csinálni ezzel. Hogy fizetem ki a villanyszámlát? Úristen, hát ez ilyen nagyon, nagyon reál dolog. Na jó, sziasztok! Ú, basszus.